30 évvel ezelőtt az volt a cél, hogy a német néptalokat énekeljük, azokat, amit őseink magukkal hoztak, vagy azokat, amit talán itt Magyarországon keletkeztek, és elsősorban a Tolnán megyeieket. Alkincs nem volt annak idején, hanem én tanár voltam, most is az vagyok, minden nyáron a szabadidőmben elmentem öreg nénikhez, bácsikhoz, és megénekeltettem őket. A kórustagok elsősorban két faluból jöttek össze, spontán, Teverről és Kakasról, természetesen más faluból is, de legtöbbje onnan származott, és a dalkincset, amit az előbb nem mondtam, azt Kakasdon gyűjtöttem elsősorban. Eihernél Müller Katalin 15 évig vezette a kórust, most a kezdetekről faggattuk. Egy kórus kezdeti időszak az mindig nehéz, elsősorban a hangzáson kellett sokat dolgozni annak idején, és a feladat az volt a társaságot összetartani, és azt hiszem ez jól sikerült. Már ez a kezdetektől fogva az volt a cél, hogy eredeti ruhákat gyűjtsünk, és azokban énekeljünk, és ezért nagyon sokan megjárták a falukat, és ahol még valamit lehetett hozni, ezt összegyűjtöttek. Sajnos nem sikerült, mert ezért pár dolgot utána kellett varratni. A kórus működését már évek óta egy egyesület segíti, amelynek elnöke Rosenberger Ferencné. 2004. januárjában alakultunk ugye a régi német baráti kórusnak a tagjaiból. 2004. januárban alakultunk, mint Mondsány Kórus Egyesület. Hát az Egyesület, mint Magyarországon, ugye ahhoz, hogy hivatalosan meg tudjanak jelenni, hogy pályázni tudjunk, hogy rendezvényeket tudjunk szervezni, ehhez ugye már előírta az élet az egyesületi válást, nem a baráti kórusban való működést. Jelenleg, mivel a karnagyunk, Molnár Márta, gyönyörű kisbabájával otthon van, és őt helyettesíti most, egy szintén ugyanolyan nagyon jó karnagy, a Hauser Beáta. Jelenleg most ővele próbálunk, de hát természetesen mindkett részt vettnek a műsorunkon, és annyiban, hogy ugye a német sváb dalok, azok általában szomorúak. Lassú számok és sok szenvedést tükrözve a népdalokat. És ezért mi megpróbáljuk, amióta egyesület vagyunk, hogy fiatalítsunk ezen, hogy megpróbáljuk összeszedni inkább a vidámabb és örömet sugárzó dalokat a szomorúbb dalok helyett. Tehát talán ennyiben változott a mentalitása, hogy ezeket a dalokat helyezzük előtérbe. A kórus a 30 éves jubileumi ünnepségére vendégeket is hívott, az első fellépő a DNS Valéria Általános Iskola együttese volt. Ők a DNS Valéria Általános Iskola, ők ugye német iskola, ebből kifolyólag, ezen kívül az ott dolgozó pedagógusok, az Éva néni, ahogy mondják a gyerekek, Mikuláné, ő ott tanít, és közben a kórusunk tagja, és hát ezek már nagyon régi hosszú kapcsolatok. A mi gyerekeink is a négyes iskolába jártak, ők is táncoltak, vagy énekeltek, és így az iskola között ez már nagyon-nagyon régi kapcsolat.
elsősorban akkor mondanám, hogy a frankentáli kórus, akkor a frankentáli gyerektánccsoport, a frankentáli felnőtt tánccsoport, és akkor, amit az előbb említettem, nagyon várjuk, hogy megérkezzenek a spájeri tánccsoport, akik jelenleg Romániából útközben szeretnének itt fellépni nálunk. A magyar barátainkat, tehát akik itt vannak a környéken, a Bonyhádi, a Teveli, a Gyönti, a Zombai, a Kakasdi, ahonnan ugye idézőjelben származik a mikórusunk is, akkor nagyon kedves barátság van a Felsőgallai német kórussal,